A Nemzeti Tehetségprogram keretében Kismesterségek a színművészek alkotásaiban című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Gépgyár úti színóvodájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása című NTP-OTKP-18-01-19 pályázati azonosító számon szereplő Kismesterségek a színművészek alkotásaiban elnevezésű nyertes pályázat 2018. szeptember és 2019. május között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Gépgyár úti színóvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 720 ezer forint. A pályázati programban az óvoda színművészek kézműves tehetségműhelye vett részt 8 gyermekkel, Tótné Török Judit tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. A 30 órás program célja, hogy a tehetségműhelyben járó gyermekek ismerjék meg a karcagi népi hagyományokat, kismesterségeket, jeles napokat, családi élet népszokásait, élmény és múzeumpedagógiai módszerek alkalmazásával, helyi népművészek munkáinak megismertetésével, a KUN értékek átörökítése során. A tehetségígéretes gyermekek megismertetése különböző anyagokkal, egyszerű munkafogásokkal, technikai alapelemekkel, a KUN jelképekkel. A műhely foglalkozásokon a természetes anyagok, az új technikák megismerése fokozta a gyermekek alkotókedvét, kreatív ötleteik megvalósítását, sor került szövésre, fonásra, agyagozásra, fafaragásra, csuhébaba készítésére, hímzésre, gyertyakészítésre, papírmerítésre, tojás berzselésére, terepasztal készítésére is. Élményszerző és lazító programokon vettünk részt a Györffy István Nagykun Múzeumban, a Szent Pál Marista Általános Iskola farsangi felvonulásába kapcsolódtunk be, a Kutatóintézet arborétumába tett sétánk során a természet szeretetével mélyítettük a környezettudatos magatartást, kirándultunk Abátszalókra, ahol a Tisza természeti szépségeivel és az élő néphagyományokkal ismerkedtünk meg.